A Munkáspárt és az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom közös nyilatkozatot adott ki, abban az szerepel, hogy áttekintették az országgyűlési választásokon együttműködésük tapasztalatait és a közös fellépésüket hasznosnak. Ítélték, így értékelték. Galba Deák Ádám, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom szóvivője itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Na, az, hogy hasznosnak ítélték, ez mit jelent tulajdonképpen? Ugye mi volt a cél, és mit sikerült elérni? Igen, ez egy nagyon szép szó, hogy hasznos. Igazából az eredményt felemásnak tekintjük, és nem csak a saját úgymond hibánkból vagy felelősségünkből. Ugye a cél az országos lista állítás lett volna, amihez ugye 71 fő egyéni képviselőjelöltre lett volna szükség. Ezt sajnos nem tudtuk megugorni, ezért mondom, hogy felemás, viszont ahol közös jelöltet állítottunk, ott nagyon jól működött, ott nagyon jól ment az együttműködés, illetve ugye 49 egyéni képviselőt tudtunk állítani a választ, amivel a nem parlamentbe jutott pártok után az egyik legsikeresebbek vagyunk az egyéni jelölt állítás számából. Tehát úgy ítéltük meg, hogy igazából hasznos volt, nem volt 100%-ban sikeres az együttműködés, de megyünk tovább az időközi választásokra. Mi lehet ennek a oka? Ugye azt mondja, hogy nem volt teljesen sikeres most a jelölt állítás szempontjából, és ha nem, akkor mi az oka? Mert gyakorlatilag hát nagyon hasonlót mondanak, tulajdonképpen ugyanazokat az értékeket képviselik. Így van, de mi úgy láttuk a választás előtt, hogy a kettő nagy tömb állt föl, aki bejelentkezett a kormányzásra, ez a regnáló kormánypárt, a Fidesz-KDNP szövetsége és az úgynevezett hatos fogat, amiket én egyébként semmiképp nem neveznék baloldalinak, de ez majd egy másik kérdés. És egyszerűen annyira elvitték, eltolták az emberek inger küszöbét, hogy csak ők léteznek, hogy ezért a kisebb pártoknak nem jutott esély, illetve ajánlás, illetve még egy titkot, hogyha elárulhatok, ugye ez volt a Covid utáni, vagy Covid alatti első választás. Nagyon-nagyon bizalmatlanak voltak, és féltek még az emberek akár beengedni, vagy az ajtón kijönni, tehát még megvolt ez a társadalmi félsz az emberek többségében, tehát ezért is egy borzasztó nehéz volt ez az ajánlásgyűjtés. Én 2006 óta politizálok, a legnehezebb időszak volt ez. Na most nézzük akkor, hogy hogyan tovább, mert tulajdonképpen hát azért lesznek itt választások, nyilván ez most az építkezés ideje, vagy hogy gondolkodnak? Így van, és ugye egy párt miről ismerszik meg, vagy egy pártszövetség indul a választásokon. Tehát most is a 7., 8. kerületi Budapest, 5. kerület, Kecskemét, Dunaújváros, Salgótarján, szóval számos helyen a Munkáspárttal közösen indulunk, és lesz néhány hely, ahol például nem indulunk közösen, vagy egyáltalán nem indulunk el az időközi választásokon. Ahogy ön is mondta, ez az építkezés ideje, és a legfontosabb következő erőpróba ugye az a 2024-es Európa parlamenti választás lesz. Igen, ezek ugye célok, de mi az üzenet? Ugye mondta, hogy az a hatos fogat az nem baloldali. Hát baloldali gyökerű azért, ugye MSZP is ott van, Demokratikus Koalíció is ott van, aztán ugye vannak ott még kis pártok, de hol húzza meg ön azt a határt, hogy mitől baloldali valaki, vagy mitől nem? Hát magának már a Momentumnak az öndefiníciójában sincsen benne ugye a baloldalisága, a Jobbikot pedig akkor hagyjuk is, hogy ott mit keres azon a téren. Mi úgy gondoljuk, hogy baloldali az az ember, aki az emberekkel foglalkozik, a megérhetési kérdésekkel foglalkozik. Borzasztóan fontos dolgok az alkotmányosság, sajtószabadság, amit ezek a hatos fogat az ászlajára tűztek, de nincsen benne az első 20 legfontosabb kérdésbe. A legfontosabb kérdések például a jelen pillanatban az, hogy háború vagy béke, hogyan állunk az ukrán háború kérdéséhez, egyértelműen mi magunk is békepártiak vagyunk, hogyan állunk ahhoz, hogy az elszabaduló inflációval mit csinálunk, hogyan állunk a bérekhez, ugye mi évek óta mondjuk ezt a nettó 250 ezer forintos minimálbért, és erről mások rajtunk kívül nem beszélnek. Ugye a fő kérdésekről beszél mindenki, de mi az, amit csak önök tudnának? Ugye hát a Munkáspártnak nevében is vannak ugyan történelmi hagyományai, akár hogyha nagyon messze megyünk, akkor ellentmondásos hagyományok is, de végül is, amikor Szanyi Tibor is itt volt, akkor egy kapitalizmus ellenes pártról beszélt már. Tehát tulajdonképpen az egész kapitalista rendszert tagadják, vagy másról is szól ez.
Így van, tehát ahogy ön is mondja, mi a szocializmusban hiszünk, és egy másféle társadalmi gazdasági berendezkedést szeretnénk. Ezzel unikálisan állunk a magyar politikai palettán, mármint a munkáspárttal közösen. Mi azt mondjuk, hogy ez a kapitalista nevű gazdasági berendezkedés, ez megnyomorítja a földet, az embereket, a természetet. Ebből egy kiutat kell találnunk, mert nagyon gyorsan itt a világ vége, ha dramatizálhatok egy kicsit. Na de most akkor hogyan? Hát ugye a kapitalizmus az magántulajdonon alapuló társadalmi rendszer. Akkor önök azt mondják, hogy újra állami tulajdon, vagy államosítás, vagy hogy kell ezt érteni? Hangsúlyosabb szerepet kell kapni az állami tulajdonnak, mint hogy most is vannak állami vállalatok, illetve amit nagyon fontosnak tartanánk, ezek a munkás dolgozói tulajdonban lévő vállalatok. Együtt sírunk, együtt nevetünk. Ha profit van, akkor együtt osztjuk el, ha veszteség van, akkor együtt pótoljuk ki. Szerintünk az nem működik, hogy például a tulajdonos teszi zsebre a vagyont, miközben nem fejleszti a béreket, vagy kiviszik külföldre. Tehát kellene egy sorsközösséget vállalnunk ebbe az országban végre, és mi ezt például szocializmusnak nevezzük. Hogyan lehet ezt megvalósítani? Mert mondja, hogy a tulajdonos zsebre, hát azért nem egészen így van már. Ez ugye az a klasszikus, hogy is mondjam, politikai gazdaságtani kapitalizmus leírás. A tőkés hízik, a dolgozó meg szenved, tehát ez nem így van, mert nem érdeke. Hát nyilván a versenyben ahhoz, hogy versenyt tudjon állni, fejleszteni kell a munkahelyeket is. Van-e olyan alkalmazotti tömeg, egyrészt munkás tömeg, hiszen a nagy gyárak megszűntek, amire építhetnének. Nem ez a probléma, hogy tulajdonképpen az alkalmazotti réteg polgárosodott már, és ez a hívószó keveseket ér el, vagy nem jól mondják, vagy mi a baj? Sokszor megkapjuk, de mi azt szeretnénk tudatosítani a társadalom fejében, hogy gyakorlatilag, aki nem a tőke jövedelméből él, az munkás. Való igaz, hogy a társadalom egy rétege polgárosodott, de most szerintünk úgymond mindegy, hogy valaki 1 milliót keres informatikusként, vagy 120 ezeret portásként, én még akkor is ugyanannak a csoportnak a tagja, de ezt a tudatot meg kell, hogy fogalmazódjon bennük, hogy ők minek tekintenek magukra munkásként-e vagy sem, és akkor tudjuk őket elérni. Köszönöm szépen, Galba Deák Ádámot, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom szóvivőjét hallották.